Boldog karácsonyt kívánok! Jó kívánság is járt a karácsonyi csomag mellé. Tavaly decemberben készültek ezek a felvételek, akkor a szekszárdi önkormányzat 4500 időskorút lepett meg ajándékkal karácsony előtt. Idén bár a koronavírus járvány nehéz helyzetbe hozta a várost és a költségvetést, ismét sor kerül a szépkorúak megajándékozására. Ezt csütörtökön jelentette be Ács Rezső, a város polgármestere. A csomagban a lisztől egészen a szaloncukorig sok minden található. Az, hogy mi legyen benne, azt az idősek mondták meg, és tőlük kérdeztük meg, nem mi találtuk ki, hanem megkérdeztük azt, hogy mire lenne szüksége a 62 év felettiek jelentős részének, és az az ületet, hogy egyrészt szeretné ezt az ünnepi ebédhez felhasználni, tehát alapvető élelmiszerek legyenek benne, de többen jelezték, hogy szeretnének a családom elő ajándékozni is. A csomagokra minden a városban élő 62. életévét már betöltött helyi jogosult, az igénylés viszont regisztrációhoz kötött. Ezt a 74-es körzet 504-172-es, valamint a 74-es körzet 504-175-ös telefonszámokat hívva, vagy pedig e-mailben a szépkor@szekszárd.hu címre írva lehet megtenni. Utóbbi esetben az igénylő nevét, lakcímét és pontos születési dátumát kell csak megadni. Az idei évben újdonság lesz, hogy a járványügyi helyzet miatt az időseknek nem is kell fáradniuk a csomag átvételével. Az önkormányzat ugyanis megoldja a kiszállítást. Nem bejönni kell a csomagot elvinni, hanem mi fogjuk kiszállítani. Az önkormányzat, illetve a cégei részéről lesznek autók, lesznek emberek, és igyekszünk mindenkinek ezt helyszínre szállítani december 20-áig. A kiszállításban az önkormányzat munkatársai és a város cégeinél dolgozók is részt vesznek. Utcánként haladnak majd végig Szekszárdon, és december 20-áig minden jogosult igénylőhöz eljuttatják az önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagját. A kollégák ki fogják vinni, megpróbálják kétszer, megkísérlik a helyszínre szállítani a csomót, hogyha otthon tartózkodik az idős szekszárdi lakos, akkor nyilván át fogják tudni adni, hogyha nem, akkor a második eredménytelen kísérlet után a piacéren fogja tudni mindenki átvenni a csomagját. Az időseknek járó karácsonyi csomagokra november 30-ától hétfőtől kezdve lehet tehát telefonon vagy e-mailben jelentkezni, a regisztrációkat pedig december 20-áig fogadják.